sajtótájékoztatón, ami nem csak azért rendkívüli, mert a Törvényalkotási Bizottságról kilépve tartjuk, hanem azért is rendkívüli, mert olyan esemény történt, ami egészen elképesztő és felháborító. Tegnapi napon jeleztük és kértük a bizottság elnökét, hogy Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke el tudja mondani, mint a munkavállalók egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezetnek a vezetője, hogy a kafetéria rendszer milyen jövedelemkiesést és milyen nettó bevétel kiesést jelent a magyar dolgozóknak, a magyar munkavállalóknak. A bizottság szavazott erről a javaslatunkról, és teljesen elképedve tapasztaltuk, hogy nem támogatta azt, hogy Kordás László elmondhassa a munkavállalók véleményét, megoszthassa a bizottsággal azokat az aggodalmakat, amelyeket mind a szakszervezet, mind a Magyar Szocialista Párt immáron napok óta elmond. Az, hogy ez az eljárás megtörtént, és ahogy látjuk, a kormány az ígéretei ellenére, hiszen azért korábban azt jelezték, hogy ezt majd a parlamenti vita során újra gondolják, azt mutatja, hogy a Fidesz a megszorítások útjára lépett, és a magyar dolgozók a magyar családokon kezdi ezt a megszorítást. Nem a stadionokon, nem a közmédia finanszírozásán, nem a presztízsberuházásokon, nem a pénzügyminisztérium várba költöztetésén, nem a kormány presztízs és luxusberuházásain, hanem a magyar dolgozókon. Ez elfogadhatatlan számunkra, tiltakozunk, és minden olyan lépést, amit a szakszervezetek terveznek, azt a Magyar Szocialista Párt támogatni fog. A magyar családok ezzel a javaslattal rosszul fognak járni, a nettó jövedelmük csökkenni fog. Tehát az a propaganda, amit eddig hallottunk a Fidesz részéről, hogy ők a bérek emelkedését támogatják, a gazdaságpolitikájukkal most bebizonyosodik, hogy ennek az ellenkezője az igaz. Ezért mi természetesen ezt a javaslatot nem fogjuk támogatni, és mindenben fogjuk segíteni és támogatni a szakszervezeteket, hogy ezt a felháborodást, ezt a tiltakozást, amit terveznek, azt az eljusson a magyar dolgozókhoz, hogy ők maguk is lássák, hogy ez a kormány hogyan csökkenti az ő bérüket, és Kordás László a szó. Köszönöm szépen, köszöntöm én is önöket, és köszönöm, hogy eljöttek erre a rendkívüli sajtótájékoztatóra. Egy kis előzményt is hozzátennék ahhoz, amit frakcióvezető úr elmondott. Gyakorlatilag a Magyar Szakszervezeti Szövetség minden frakcióvezetőt megkeresett annak érdekében, hogy a munkavállalók véleménye be tudjon épülni a mostani benyújtott adócsomagba. Gyakorlatilag a Magyar Szocialista Párt volt az, aki kezdeményezte azt, hogy ezen a bizottsági ülésen én szót kaphassak. Sajnos a kormánypárti többség leszavazta. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy az adócsomag tárgyalásánál a munkavállalók képviselőjének a véleménye az nem érdekes, azzal nem foglalkozik a kormánypárt. Ebben egyébként nem csak a Magyar Szakszervezeti Szövetség képviseletében tudtam volna felszólalni, hanem gyakorlatilag a Magyarországon működő 6 szakszervezeti konfederációnak az egységes javaslatát szerettem volna a bizottsággal megosztani. Tehát ilyen értelemben a Magyar Szakszervezeti Mozgalom egységes ezekben a javaslatokban. Miről szól az adócsomag? Az adócsomag kafetériát érintő része gyakorlatilag arról szól, hogy egy átlagos kafetériával érintett munkavállalótól gyakorlatilag 90 ezer forintot vesz el egy évben. Ennyivel fog csökkenni azoknak a munkavállalóknak a jövedelme, az éves jövedelme, akik élvezhették a kafetéria adta lehetőségeket. Hány emberről van szó? Gyakorlatilag a minisztérium számítása szerint 20 ezer céget, és több mint 2 millió embert érint ez a módosítás. Tehát gyakorlatilag a 2 millió ember érdekében szeretett volna a 6 szakszervezeti konfederáció javaslattal élni, illetve a javaslat, amit benyújtottunk a pénzügyminisztériumnak, annak a javaslatnak az indokolását szerettük volna elmondani, és erre most nem kerülhet egy sor. Miről van szó? Gyakorlatilag amiben megegyeztünk a szakszervezetekkel közösen, az arról szólt, hogy 3 olyan fontos társadalompolitikai célnak kellene teljesülni, amihez eszközként a munkáltatók, ennek a célnak a megvalósításaként eszközként a munkáltatók tudják támogatni a munkavállalókat. Ilyen nagyon fontos egyik cél
az öngondoskodás elvének az érvényesülése. Ilyen értelemben szeretnénk megőrizni, sőt, ha lehet, csökkenteni a nyugdíjpénztárakban, illetve az egészségpénztárakban a munkáltatói által befizetett összegeknek az adóterhét. Sajnos ezt a kormány most növelni kívánja. A második ilyen társadalompolitikai cél a határon belüli mobilitásnak az ösztönzése. Ilyen értelemben nagyon fontos, és nem értjük, hogy miért veszi el az albérleti támogatást a kormány a családoktól, miért veszi el azt a hosszú távú törlesztő részletekben való segítést a munkáltató részéről a munkavállalók felé, amit gyakorlatilag szerződéses kötelezettségben vállalt a munkáltató és a munkavállaló, hogy ezt megoldják közösen. Nem értjük, hogy miért veszi el például azokat a mobilitás ösztönző támogatási formákat, amik gyakorlatilag azt segítenék, hogy a munkaerő hiányban a leküzdhetség a munkáltatók azt a munkaerőészséget, amivel ők most szembesülnek. És a harmadik ilyen nagyon fontos társadalompolitikai cél, az pedig a családoknak a segítése. Nem értjük, hogy miért veszi el a családtámogatástól, miért veszi el az iskolakezdési támogatást, és miért nem lehet a munkáltatónak ezeket a célokat segíteni azzal, hogy kedvezményes juttatásokhoz juttatja a dolgozóit. Ezek a javaslatok a minisztérium asztalán fekszenek, gyakorlatilag egységes szakszervezeti álláspont van ebben. Ott tartunk most, hogy az érdekegyeztető tárgyalások során a munkáltatók is támogatják ezeket a javaslatokat, és ott tartunk, hogy az önkormányzatok tekintetében, pedig az országos közszolgálati érdekegyeztetésben az önkormányzatok is a munkavállalók mellé álltak. Tehát gyakorlatilag mindenki azt szeretné, hogy ez a benyújtott adócsomag módosuljon, kivétel a kormány. Mi ezt szeretnénk, hogyha ez nem így lenne, nem fogjuk feladni a küzdelmet, ha kell, akkor nyomásgyakorló eszközökhöz is fogunk nyúlni annak érdekében, hogy a törvény hatályba lépés módosuljon pozitív irányba a munkavállalók szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, és egy mondatot szeretnék még a végére, hogy természetesen ez a nonsens és egészen elképesztő lépés, hogy meg sem hallgatják a szakszervezetek véleményét, akik 2 millió magyar dolgozót képviselnek, magyar dolgozók családtagjait és az ő érdekeiket, meg sem hallgatja a bizottság azokat az érveket, amiket itt most hallhattunk, erre nem voltak kíváncsiak a fideszes képviselők, ezért a bizottság üléséről az MSZP képviselők kivonultak, és nem kívánunk részt venni ebben az elképesztő és aljas eljárásban, amit a Fidesz itt művel, és mindenben támogatjuk a szakszervezeteket minden erőnkkel és minden lehetőségünkkel. Köszönöm szépen, hogyha van kérdésük,